A meleg vízára ellátásunkat szerettük volna megoldani áram nélkül, mert tábor idején viszonylag sok gyerek fürdik itt nálunk, tehát nem biztos, hogy sikerült volna folyton újra töltenünk a bojlert, illetve egy olyan méretű bojlerre lett volna szükség, ami helyett ez a napkollektor gyakorlatilag sokkal jobban megérte. Interneten ezt találtuk referenciákkal és egyéb információkkal a leghasználhatóbbnak, úgyhogy ezért választottuk a Tokyo Solart. Nagyon-nagyon szeretjük, tehát gyakorlatilag egy 3 évszakos verziónk van, ami még télen is egy-egy feltöltéssel, hogyha nem fagy van, tehát nem kell leengednünk teljesen, akkor még így is több napnyi meleg vizet csinál, úgyhogy igazából tökéletesen beváltotta a reményeket. Mi egy ilyen nagyjából nyári szezonban a turnusonként egy ilyen 15-20 gyereket fogadunk táborozni, tehát ők meleg vizet használnak, fürdenek, esetlegesen feltöltünk meleg vízzel tartályt, medencét, zuhanyzót, tehát nagyon-nagyon sok meleg vizet tudunk vele produkálni. Alapjáraton, amikor elkezdtük magát a lovardát kialakítani, akkor már ezzel számoltunk. Biztos, hogy sokat számít, tehát ahhoz képest, hogy egy 200 literes bojlert helyettesít nagyjából, biztos, hogy nagyon gazdaságos. Abszolút egyszerű volt telepíteni, tehát gyakorlatilag 2 darab vízvezetékkel rögzítve a tetőhöz már is működőképes volt, és a második napon meleg vizet csinált a nyár elején. Mindenképpen azért ajánlanám mindenkinek, mert energiát és áramot lehet vele megtakarítani, másrészt pedig egy teljesen olyan zöld megoldás, amivel ezeket nélkülözni tudjuk. Korlátlan meleg vízforrás, esetleg ugye egy keringető rendszerrel pedig akár fűtési alternatíva is lehet bárkinél. Aki eddig látta ezt a felszerelésünket, ő mindenki érdeklődött, hogy honnan szereztük, illetve hogy mi mindent tudunk vele csinálni, és többen én úgy tudom, hogy már rendeltek, illetve telepítettek ilyet maguknál.